mondjuk így örömmel együtt zengve énekelve hálát. Róla zengünk, róla zengünk így örömmel együtt zengve énekelve hálát. De jó, hogy itt a nyár, mert teljesen elfáradtam a suliban. Ráadásul a fizikatanár nem is adta meg a jogjegyet. Figyelj, tudom, hogy többre vagy képes, majd jövőre bebizonyítod. Addig is, nyugi, ne foglalkozz a sulival, mert még nyár van. Tudod, lazulj el, haverok, buli, fanta, szélrózsa. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Elegem van a szüleim folyamatos ellenőrzéséből és kérdezősködéséből. Már nem hagynak levegőt se venni. Azt hiszik, hogy teljesen óvodás vagyok még mindig, és nem hagynak egyedül bármit megtenni. Tudod mit? Felejtsd el, amit mondanak, miután meghallgattad őket. Majd ők is megnyugszanak, azután téged is békén hagynak. Elfáradnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Nem hiszem el, hogy ennek a kapcsolatnak Ádámmal így kellett befejeződnie. Én mindent megtértem érte, ő meg átlépett rajtam. Most mit tegyek? Ugyan már, ne foglalkozz vele, majd jön más. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Előfordult már, hogy bal lábbal keltél fel? Vagy egyáltalán felkelni sem volt kedved? Megtörtént már veled, hogy bárki bármit mondott, meg se hallottad? Volt már olyan érzésed, a barátaid szavai nem bátorítanak, Isten igéje nem lelkesít? Velem sokszor előfordult már ilyen. Hiába voltak a hittanórák meg az ifik. Nem volt kedvem a templomhoz. Elgyengült a hitem, közönyössé váltam minden ige iránt és isteni szó iránt is. Egyszer, amikor ilyen hangulatban voltam, hallottam egy srácról, aki minden este berakta a cipőjét az ágya alá. Reggel, amikor felkelt, letérdelve elkezdte keresni azt, ezt arra emlékeztette, hogy a reggeli imádság erőt ad. Ha meg is gyengülne a hite, ez a dolog segít neki abban, hogy ne távolodjon el teljesen, és megújulhasson. Az ima erőt ad, mert Jézus hallja, és érti szavaimat, tehát cipőt az ágy alá. Előfordult már, hogy nem a szavakban, hanem a közösségben kerested az erőt? Szerintem minden fiatal a baráti társaságában meríti az erőt. Ha elismernek, akkor a helyeden vagy, ha nem fogadnak be, kiközösített leszel. Én tavaly együtt konfirmáltam a barátaimmal. Ha visszaemlékezem a felkészülésre, már az is sokat jelent. A konfirmációs istentiszteletre gondolni is felemelő. Újra közel érzem magam Jézushoz. Az pedig, hogy a barátaimmal együtt éltük át ezt, nagyon különleges, mert mindig van közöttük valaki, aki erős és akire lehet támaszkodni. Azon az ünnepen én is ott voltam. Akkor hallottam először Erik Liederről, akiről a programfizet elején ti is olvashattok. 90 éve lett olimpiai bajnok, ráadásul nem a saját futó versenyében, mert az vasárnapra esett, amikor ő nem futott. Ezután a sportcipőjét egy fiúnak ajándékozta, majd ő Kínába ment misszionárusnak. A srác azonban nem lett érsportoló, viszont belőle lett japán misszionárusa. Liddell élete Jézusról szóló élet. Hite sokkal erősebb volt, mint a futó teljesítménye. Jó lenne, ha az én Jézusban való hitem is példa lehetne mások számára. Ahogyan a most láthatott szituációkból is megfigyelhettük, egy fiatal életének is rengeteg olyan eseménye van, amikor szükségünk van megújulásra, megerősödésre, megerősítésre. Keressük ezeket a helyzeteket a családunkban, a baráti körben, keressük különféle emlékekben, pillanatokban. Azt gondoljuk, hogy ha bizonyos példaképeket állítunk magunk elé, akkor majd újra erőre kaphatunk. És aztán ilyen helyzetekben meg kell tapasztalnunk azt is, hogy az a közeg, amiből erőt szeretnénk meríteni, az a közeg még inkább leszívja az energiáinkat, még több energiát, erőt vesz el belőlünk. Sokszor a szavak és kijelentések üresen hangzanak,
a barátok tanácsai, ahogy az előzőekben is, túlságosan snasznak, egyszerűnek tűnnek, de lehet, hogy mégis inkább erre kapunk, semmint az Isten igéjére, mert nincsen készségünk vagy képességünk még akkor, hogy a bátorításokat megérezzük és a szívünkbe is zárjuk. És aztán ott van a családunk, a fészek melege nagyon sokaknak sajnos nem adatik meg, otthon konfliktusok, feszültségek, problémával töltött vagy terhelt helyzetek vannak, és szeretnénk onnan erőt meríteni, de sajnos azt is megtapasztaljuk nagyon sokan, hogy nincs azoknak erejük, akikhez mi odafordulunk, akiktől ezt várjuk. És hogyha tovább megyünk, akkor a teljesítménykényszerrel találkozunk, gyakorlatilag azzal is, hogy az iskolában észrevesszük, hogy nem a teljesítmény alapján, hanem valami más alapján ítélnek meg bennünket, igyekszünk, fáradozunk, de lehet, hogy annak a tanárnak éppen nem mi voltunk a legkedvesebbek. És aztán ott van a közösség, egy pozitív példa, ami éppen itt elhangzott, de talán sokan tapasztaltátok ti magatok is, hogy szerettétek volna az, hogy egy közösség befogad, valakihez tartozzatok, de annak a szabályait, mivel ti nem tudtátok elfogadni, az a közösség kirekesztett benneteket. És vannak-e jó példaképeink? Tudunk-e megfelelően orientálódni? Az erőforrásaink gyakorlatilag innen kellene, hogy beépüljenek az életünkbe, de azt is tapasztaljuk, hogy nincs az a megfelelő megoldás. Nagyon sokszor tartunk áhítatokat, minden egyes hétfőn a berényi gimiseknek, az evangélikus gimiseknek, és aki hallja ezeket az áhítatokat, az azt mondja, hogy jó, ezen a ponton nyilván most már Jézusról is fognak beszélni. Ez az a pont, amikortól kezdve nekem már nem kell annyira figyelnem, mert nagyon jó tudom, hogy mit fognak mondani. Igen, Jézus a megoldás, és akkor le is van zárva, és le is van kerekítve. Én azt gondolom, hogy természetesen Jézus a megoldás, csak nem mindegy, hogy kitől, és hogyan hallunk róla. Ahogyan az sem mindegy, hogy azok a közösségek, amelyek arra valók, hogy bátorítsanak, erőt adjanak, felemeljenek, hogy segítsenek bennünket a szárnyalásban, a kibontakozásban, azok a közösségek mit adnak nekünk? Gyakran a legbelsőbb közösségeink azok, amelyek leginkább a legtöbb erőt merítik ki belőlünk. Igen, gyakorta, úgy ülünk be hittanórára, ifibe, a templomba, hogy vártunk valamit, tudtuk, hogy Jézus a megoldás, csak éppen nem találtunk rá. Mert lehet, hogy nem azt hallottuk éppen, amire szükségünk lenne. Mert vajon mire is lenne szükségünk? Azt gondolom, hogy arról az erőről kellene beszéljünk, amikor Jézusról beszéljünk, ami a feltétlen szeretet, felemelő, felszabadító ereje. Ha én nem így hallottam volna Jézusról, azt gondolom, hogy ma nem tudnék itt állni veletek szemben. De én úgy hallottam mindig Jézusról, mint akinek van ideje számomra, mint akinek én fontos vagyok, mint akivel valamit kezdeni akar, a feltétlen szeretet embere, Istene ő. Tudjátok, Keresztelő János is beszélt és gondolkozott Jézusról, és ahogy észlelhettétek, mi egy picit a cipő gondolatát hoztuk nektek, dobd be a cipődet az ágy alá, hát hogyha imádságra emlékeztet téged. Gondolj Erik Liddell futócipőjére, aki tulajdonképpen nem az olimpiai bajnoki érmével, hanem az Istenhez való hűségével lett ismert. És ami a sasoknak a szárny, az nekünk a láb. Hogyha a sasok szárnya meg kell, hogy erősödjön, nekünk a lábunk kell megerősödjön. Az a láb, amelyről Keresztelő János egyébként így beszél, hogy én Jézus sarujának a szíját sem vagyok méltó megoldani. Igen, ő is beszél valahogyan Jézusról, meg valahogyan ezeket a dolgokat próbálja összehozni, csak úgy tűnik, mintha ez a dolog annyira nem érne össze. Úgy tűnik, hogy egy bizonyos szempontból ismeri őt, csak éppen a saját életéhez olyan sok köze nincsen. Hatalmas valaki, akihez én nem vagyok méltó. És aztán ott van egy másik történet, amelyben Jézus lehajol a tanítványai lábához. Talán emlékeztek erre, az utolsó vacsora előtt. Lehajol, körbeköti magát egy kendővel, és nem irtózik azoktól a biztosan rosszagú, rettenetes kinézetű poros lábaktól.
Ennél nyilván sokkal többet is megtettél értünk, mindent megtettértünk, oda áldozta az életét, de lehet, hogy ezt nem tudjuk ennyire könnyen megérteni, csak akkor, amikor arra gondolunk, hogy mit jelent egy büdös, piszkos lábat kézbe venni, azt megtisztítani. Ez Jézus feltétlen szeretetét jelenti. Ez megmutatja azt, hogy kicsoda ő nekünk, olyan valaki, aki akkor szeret bennünket, amikor érdemtelenek vagyunk rá. Akkor szeres, amikor nem érdemlem meg, mert akkor van rá a legnagyobb szükségem. Két gyermekünk van, mind a ketten itt vannak, és biztosan tapasztaltátok már ti magatok is a családotokban, ahol kisgyerekek vannak, hogy amikor így este jön, akkor a gyerekek elkezdenek hisztizni. Szinte önmagukból kifordulnak. Sírnak, nem tudják, hogy miért, minden rossz. Ha meg szeretnéd etetni, az is probléma. Hogyha feladat van, az is gond. Ha zuhanyozni kell, az is. Tehát minden problémát jelent. Sok-sok jó tanácsot kaptam arra való tekintet, hogy mit kell csinálni egy ilyen gyermekkel. Valaki pedig azt mondta, hogy egyszerűen öleld át a gyermekedet, hagyj érezze, hogy ebben a lehetetlen, önmagából kifordult helyzetében is szereted. Nekem így beszéltek az Úr Jézusról, aki engem az én lehetetlen, kifordult állapotomban, piszkos lábaimmal, mindenféle erőtlenségeimmel elfogad, és az ő feltétlen szeretetébe ölel. Ha ezt átéljük, átélhetjük, akkor szárnyalhatunk, mint a sasok. Nem az ifjúságunkra kell appellálni, hanem arra, hogy Jézusé vagyok, aki engem átölel és végtelen szeretetével elindít abba a tervbe, amelyet ő gondolt rólam.